A Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen megemlékezést tartottak a tragikus kimenetelű mohácsi csata áldozatairól. Varga Szabolcs történész a következő szavakkal nyitotta meg a megemlékezést. 1976. augusztus 29-én elhangzott ezen a helyen az első beszéd. Az újabb és újabb évfordulók egyre nagyobb terhet róttak a felkért szónokokra, hogy vajon mit is lehet még elmondani a mohácsi csata hőseire, emlékezve, ami nem fog rosszul öregedni, ami képes hálót fonni az 500 éve itt küzdők és a kései emlékezők között. A feladat korán sem egyszerű, ahogyan érzékelte ezt már az 1976-ban beszédre kényszerített, mindenben és annak az ellenkezőjében is őszintén hívő Ortyutai Gyula, a Hazafias Népfront elnöke is, a kép a parasztság és a munkásosztály egymásra találásáról delirált az összegyűlteknek. Tehette ezt a magyar parasztság szétverése után 10 és a Dózsa emlékév után 2 évvel senki nem kérte rajta számon. Ám ő is csupán egyetlen szem volt a láncban, az emlékezet hosszú fűzérében, amely észrevétlenül benőtte a tömegsírokra épült emlékhelyet. Hiszen Losonczi István már 1781-ben úgy írt a tankönyvként használt 3-as kistükör című könyvében, hogy idézem, míg a külföld még Mátyás vakító jelenségének varázshatása alatt állott, az ország számos körülmény végzetszerű összeműködése következtében hanyathomlott zuhant az örvénybe a fejlettség és erő magas polcáról. Bacsmai László mohácsi plébános miután elmondta köszöntőjét, közös imádságra hívta az egybegyűlteket. Első szent királyunkra emlékeztünk, őt köszöntük meg Istennek. A fiatal István számára a legfontosabb lépés a kereszténység vállalása volt, és a nyugati kereszténységhez való csatlakozás. Így tudtunk megmaradni 2000 éven át, kereszténynek és magyarnak, természetesen mi 1000 éven keresztül. A mai kereszténység ugyancsak kulcskérdése, a szilárd és hívő keresztény magatartás kialakítása. Ma a külső hatás, a pogány hatásra gondolok, legalább annyira erős, mint amilyen erős volt István király életében. Ha mi nem erősödünk meg a saját hitünkben, a saját identitásunkban, akkor ami nem sikerült 150 évig a török megszállóknak, majd sikerül most. Mert Európa, legalábbis a nyugati fele, elveszítette hitét és az erkölcsi normákhoz való ragaszkodását. 2 évvel a mohácsi csata 500. évfordulója előtt Hargitay János miniszteri biztos az emlékezés helyszínén az évforduló egyik legnemesebb és legfontosabb célkitűzéséről beszélt. Azokat a hőseket, akik ezekbe a tömegsírokba el vannak hantolva, és ugye ebből 2 tömegsírt már fel is tártak a hozzáértők. Nyilvánvalóan a feltárás eredményei még nincsenek meg teljes egészében, de meg lesz. Tehát a dolog lényege, hogy ezeket a hősöket végre méltó módon eltemessük itt az emlékhelyen. A további itt történő fejlesztés sok milliárdos beruházás, ennek pedig óriási a jelentősége, tette hozzá a miniszteri biztos.
ez önmagában, amiről beszélek csak itt az emlékhelyen, egy 15 milliárdos fejlesztés, amit meg kell csinálnunk, és mondtam, hogy már csak 2 év van hátra, tehát a másik, ami eszembe jut, az már is az időzavar, mert nyilvánvalóan miniszteri biztosítés, biztosként addig, ameddig nem látok munkagépeket ezen a területen, akik már dolgoznak, és a végeredményt formálják, hát addig én csak tovább őszülök, nyilvánvalóan addig is, vagy utána is, de én ezt minél előbb látni szeretném, és persze Mohács 500-nak vannak még más beruházásai, céljai, amit meg kell valósítanunk, és ezeknek nagy részét szintén más helyszíneken a csatai évfordulóra, tehát van előttünk feladat rengeteg. A Dunadráva Nemzeti Park igazgatóság területéhez tartozik az emlékhely. Fontos szerepet töltenek be az ásatások, feltárások alkalmával. Závodszky Szabolcs, a Dunadráva Nemzeti Park igazgatóság igazgatója, az emlékezés mellett a jövőt is felvázolta. Az idei évnek az aktualitását adja az, hogy a befejeződött a 4-es számú tömegsírnak a feltárása, és ott már az antropológiai kutatások folynak a Szegedi Tudományegyetemen, és hát reményeink szerint jövő év elején megkezdjük egy új látogatóközpont és egy kápolna építését itt az emlékhelyen, hogy 2 év múlva az 500. évfordulóra egy megújult helyszínnel tudjuk fogadni az ide látogatókat, illetve a tömegsírból kikerülő egyének is méltó nyughelyet kaphassanak a kápolnának az altemplomában. A megemlékezés zárásaként a kegyelet koszorúit is elhelyezték a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen.